Aló. Szia, babám. Szia. Na, mi van, mi elaradtad? Hát, nem szerettek reggel 6-kor a készenléti rendőrségre ébredni. Na, mi történt már megint? Hát reggel 6-kor már itt voltak. Mit akartak? Házkutatás volt megint. Itt mit keres? Ilyen pénzt, nagyobb értékű vagyontárgyakat, ékszereket is. És mit találtak? Nem foglaltak le semmit. Milyen ügybe? Ebbe az én ügyembe jöttek ki már megint? Igen. És miért gondolták fontosnak? Nem. Ügyész volt velük? Hát a valami vagyon visszaszerzési osztálytól voltak öten. És mit, mackót nézegették? Hát azon nincs minden, az elromlott. Tehát... Nem, az egész házat átnézték. Jó, van, melyik vitánál volt a Ürömnél? Ürömnél, aha. Mondasz valami izgalmasat, jót? Hát, ő még mindig nem érez nagyon rosszat. Akkor jó, örülök. Másul hát látjuk mondta, ezt hogy dolgot. Ez a pihét. Nem tudom, hogy ez egy hülyén, de börtönbe vagyok. Ez az nem jó. Nyilván, nem jó. Nem azt mondta, hogy ez egy optimális helyzet. Volt ma valakiben? Norbert volt. Mit mondod, hogy meddig fogok itt szenvedni szerintem? Hát, ugye, meg egy picit. Ez relatív. 3 évig lehetek itt előzött, de azért nem tűnik rövid időnek. 3 évig? Na, aztán a múltkor azt mondtad, hogy 2. Kettő, az se hangzott túl jól. Hosszabbítható 2x fél évvel. Szóval ilyen aranyosak, hogy indítványozták, hogy én maradjak itt a bőrsütőbe. Jó, most azt gondoltuk, hogy indítványozni fogják, nem. Nem, tehát az nem ért páratlanul téged sem. Nem, mert az összes hát ügyi azt mondta, hogy fognak. Nem, de együttem volna, hogyha kiengednek. Nem tudom, egyébként, hogyha meg most kiengednek a választások előtt, lehet, hogy készedett volna megint a sajtó. Nem, igen, mindenki kint van jóformán. Tessék? Nem, igen, jóformán mindenki kint van. Völnernek be se viszik. Én nem is tudom, én azt nem értem, hogy mit írtak, hogy az igazságszolgáltatást tudod befolyásolni, ha ezt tudnád, akkor nem most lennél. Ja, hát az. Szerintem. Gátlástalanul befolyásolok mindent. Ezt a szót használtak el, emlékszem, hogy gátlástalanul. De ha tudnál, nem befolyásolni, van bármit is, van ennél ott? Nem. A kedvencem a bűnismétlés. Az azt jelenti, hogy ismételtem, szerintük megvesztegettem a Völner Pál igazsági minisztere jöttem. Aki nem az, viszont a felfüggesztett végrehajtó vagy. Ez jó. Tehát... Gátlástalanul befolyásolom. Aha. És ezek voltak benne, hogy ezért meg a bűnismétlés? Persze meg. Mi van a szokásos tanúk? Minden. Minden. Mi a meg, hogy azonnal meglógok? Korlátlan anyagi lehetőségek vannak. Amit már lefoglaltak. Nem tudom milyen korlátlan, nincs már semmi. Nem tudom milyen korlátlan anyagi lehetőségeim vannak. Mindent, nem mondom. Még nem éhez el még. Tessék? Azért még nem éhez el. Nyugtass meg. Most nem hallottam életembe. Mondom, azért még nem éhez el, nyugtass meg. Hát, még ezt a francia filmest ki tudtam fizetni. Mondjuk csak a tetejét kívántam. Remélem, hogy még ma kapja meg a leíratot az ügyész. Hát az a 880 millió forint... Szívem, légy szíves, ezt már... Ezt sem lehet tudni. Tehát én már nem lepődöm meg sem. Tudom, hogy hallgatja, hát azért mondom.
De én értem, hogy nyilván hallgatják, ez egyértelmű. De honnan tudod, hogy holnap után mi lesz? Tehát most nem, mindennél lehet rosszabb. Ja, én nem is mondtam, hogy nem lehet rosszabb. Hát mi még föl is akarthat például. Mondjuk. Még föl is akarthat akár, hogy áramot vezethet belém. Nem, hogy szerintem nem tudom milyen összegről van szó pontosan, de hogy már biztosítva van 600 oldalról, az biztos. 880 millió forint. Nekem csak az érdekel, hogy ez hol van az a...